Dunaharaszti város önkormányzatának képviselőtestülete december 21-én megtartotta az év utolsó ülését. A döntések meghozatala előtt dr. Szalai László polgármester beszámolt a legutóbbi testületi ülés óta történtekről. Elkészült a két vasúti alatti átvezetés a Piactér és a Somogyvári utca közötti szennyvíz és pillangó lakóterület, Jedlikányos utca közötti ivóvízvezeték. Elkészült a Magyar utca, Csendes utca sarkon a csapadékvíz kormányzás. 14 darab a Kisduna élővilágát bemutató környezetvédelmi tábla kihelyezésére került sor a parti sétányon. A szakértő anyag elkészítésének koordinálásért, a látványos megjelenésért és az aktuális környezetbe illő elhelyezésért köszönet jár lejelende a polgármester úrnak. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy örüljünk ennek az új közös értéknek, és ne verjük szét, figyelzünk rá, óvjuk ezeket. Jelenlegi információnk szerint, ez azért mondom, mert ez szinte biztos, telefonon ezt már, erről már értesültünk, papíron még nem láttuk, több önkormányzat fog kapni támogatást, a központi támogatást az energiaköltségek fedezésére. Az infók szerint 227 millió forintot kap Dunaharaszti, ez szerintem ez egy egész jó hír. Energetikai beruházások jövőbeni tervezhetősége érdekében az intézményekben felmérést végeztünk, tervezési szerződést kötöttünk a nagyobb energia megtakarítást eredményező 5 épületünkre, ez a Hétszínvirágóda, Meseóda, Rendőrség, Rendészet, Család, Gyermekjóvodi Szolgálat, Polgármesteri Hivatal. A tervezési szerződés része elvégezhető energiahatékonysági beruházás, fűtéskorszerűsítés költségelemzése, megtérülési időbecslése. Tehát készülünk föl, és ha lesz rá pénzünk, én szeretném, hogy lenne, akkor nyilván ezeket a beruházásokat meg fogjuk csinálni. A Városi Könyvtár vizes blokkjában épületgépészeti javítást végeztünk, napközis tábor kiviteli tervei elkészültek, ez is egy teljesen jó hír. Felnőtt orvosi rendelő sportcsarnok napelemes rendszerének kivitelezésére a szerződést megkötöttük, az érintésvédelmi felülvizsgálatokon megjelölt karbantartási munkálatok az intézményekben befejeződtek, Laffert kúriában fűtéscsökkenés célzó vezérlés kiépítése került, energetikai felülvizsgálatot végeztünk az idősoros mérőkkel rendelkező fogyasztási helyeken. Ennek eredményeként a lekötött teljesítmény csökkenésével kisebb elosztói díjat kell fizetnünk, villamos energia számlánkban közel 1 millió forintot spórolunk éves szinten. Az önkormányzat a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület ingyenes használatba adta az egyik defibrillátor berendezését. November 14-24-26-28. Napján lezajlott az anyajegyszűrés őszi terminus, összesen 146 jelent meg a vizsgálatokon. 18 fő esetében állapította meg a haladéktalan további vizsgálatot, 43 személy esetében pedig további megfigyelést látott szükségesnek a doktornak. Család és gyermekjóléti szolgálat dolgozói december 5-én az Élelmiszerbanktól kapott adományokból 137 rászorulódott család részére, ez 400 fő, osztottak ki csomagot, és tették ezzel szebbé számukra a karácsonyt. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megajándékozta az önkormányzat a 81. évüket betöltő Dunaharaszti állandó lakcímmel rendelkező lakosokat és gondokoltokat egy gondosan összeállított karácsonyi ajándékcsomaggal, idén 740 darab csomag megrendelését és kiosztását koordinálta a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Köszönjük a Területi Gondozási Központ munkatársának a munkáját a kiosztásban. Magyar Vöröskereszt Dunaharaszti helyi szervezet és a Dunaharaszti Család és Gyermekjóléti Szolgálat idén is megszervezte a közös élelmiszerosztást 120 rászoruló család részére. Csomagosztás időpontja december 20-a napján volt. Szolgálat udvarának az élelmiszer csomagokon kívül minden családnak személyesen összeállított ajándék is átadásra került. Hatalmas köszönet mindazoknak, akik ebben az egy áldozatos munkában felajánlásokkal vagy személyes közreműködésükkel részt vettek. Van-e valakinek kérdése, vagy szeretne hozzászólni? Nincs, akkor aki elfogadja a beszámolót, az kérem, hogy készfelem és jelezze. Köszönöm szépen, mindenki elfogadta. A város vezetősége 14 napi rendi pontról tárgyalt a következők szerint. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciója. Az önkormányzat folyószámla hitel keretének meghosszabbítása. Behajthatatlan, elévült követelés, könyvekből történő kivezetésének jóváhagyása. Dunaharaszti Ipartestület 2023. évi műsorszolgáltatás támogatási szerződésének módosítása. Megbízási szerződések módosítása a DVKFT-vel. Önkormányzati rendelet megalkotása az életjáradék programról. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló helyi rendelet
valamint a Dunaharaszti Városi Könyvtár és a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház alapító okiratainak módosítása. Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről. 3307/7 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése. Dunaharaszti város tulajdonában lévő egyes forgalomképtelen ingatlanok érték adatainak nyilvántartásba vétele. A helyi esélyegyenlőségi program 2022-2027 elfogadása. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola kazán cseréjéhez. Fenntartói döntés az óvodák és a bölcsöde január első hetét érintő zárvatartásáról. 2023 első fél évi képviselőtestületi ülések tervezett idő és napi rendi pontjai. A decemberi ülést, ahogyan a korábbiakat a Kisduna TV online élőben közvetítette, a döntéshozatalt figyelemmel követhetik YouTube csatornánkon és a körképünket követő magazin műsorunkban is. Mindenkinek boldog ünnepeket, békés karácsony ünnepeket és boldog új évet szeretnék kívánni a nézőknek is.